Előbb azonban jöjjön egy összművészeti produkció, amely érzékenyítő szándékkal mutatja be a nem látók világát. Az előadás négy hősének sorsában egy dolog a közös. A zene segítő ereje, valamint az, hogy személyes történetüket sajátos fénybe helyezi a tény, hogy vakok. Most pillantsunk bele a Legyek a lábnyom saját trélerébe. Hát itt vagyunk is jól, te is én is. Utóbb persze meg fogunk halni, s minden bizonnyal másutt te is én is. Szerintem a szépség az, amikor nyílik a virág tavasszal, vagy amikor egy cica bundáját simogatom. Tehát a legeslegszebb, amikor nyíló virágok illatában egy cica bundáját simogatom. Az előadásban szerepel két látószínész, az ő karakterük is kettős, hiszen azzal az alapvető fiziológiai ténnyel, hogy ők látnak, a többiek pedig nem, kialakulhat egy aláfölé rendeltségi viszony, így akarva akaratlanul kicsit transzcendensé válik az ő létezésük a színpadon. Ezt az is megerősíti, hogy tőlük hangoznak el a bibliai idézetek. Már az első pillanattól kezdve nagyon izgatott lettem, amikor fölkértek erre a munkára. Teljesen új kihívások elé állított ez a feladat, más, mint az eddigi színházi munkáim. Mivel ez egy különleges egyvelege a színháznak és a koncertnek, így egyszerre kellett belebújnom egy alkalmazott zeneszerző és egy láthatatlan zenekaritok bőrébe. Úgy kellett tovább bírnom a Szarkaláb zenekar világát, ami következik az előző évekből, de ami új szint is hoz az előzőekhez képest. Különleges érzés volt, és mégis nagyon ismerős, amikor velük dolgoztam, hiszen a zene megfoghatatlanság és befelé fordító ereje ugyanúgy jelen van mindannyiunk életében. A zenei próbák, a betanulás folyamata zajlott csak máshogy, hiszen egész mások az eszközök, mint egy látó emberekből álló zenekar esetében. Legyek a lábnyom, ez az előadás címe. Vendégeink a rendező Érsek Csanádi Gyöngyi, valamint az előadás egy látó és nem látó szereplője, Baranyai Anita, bábszínész és Paus Éva énekes. Sziasztok! Hogy jött az előadás ötlete? Mindig azt kérdezi tőle, hogy barátom, na jó, de miért? Hát engem már régóta foglalkoztatott mindenféle másság és hátrányos helyzet, mint olyan, a világban és a társadalmunkban, és részben személyes érintettségem is van ebben a témában, részben pedig tanulmányaim során sokat hospitáltam és voltam a Vakok Intézetében, és az egyik barátnőm pedig ott is dolgozik. És gyakorlatilag rajta keresztül találkoztam én a Szarkaláb bandával, akik egy vakokból álló zenekar. És elismert zenekar. És egy ismert zenekar, igen. És hát felmerült bennem, hogy lehetne így a társadalmunk elé rakni azt, hogy kicsit foglalkozzunk ezzel a témával, kicsit menjünk abba bele, hogy lehet őket a társadalomba sokkal jobban kezelni, elfogadni. Igen, és szerintem most mondtál egy kulcsszót, hogy hogyan lehet. Mert szerintem az érzékenyítésben az is nagyon fontos, a miként és a hogyan, mert az emberek tapasztalatom szerint, és én is ilyen vagyok, talán túlzott tapintatból nem mernek közeledni, mert nem tudják, mi az, amivel sértenek vagy nem sértenek, tehát mi az, ami jól esik, melyik fajta közeledés. Tehát milyen eszközökhöz nyúl az előadás, pont ebből kiindulva. Hát miután ez egy színházi előadás, ezért gyakorlatilag a művészeti ágak minden területéről elcsíp egy-egy dolgot, és annak valamiféle összegzése, ami megjelenik a színpadon. Arra recept nincs, vagy az előadás nem ad arra receptet, hogy hogyan kell velük foglalkozni. Én azt gondolom, hogy felkelti az érdeklődést, és valamiféle szemléletformálást hajt végre. Anita, milyen az a világ, amit Gyöngyi megálmodott nektek a színpadra? Végtelenül izgalmas, és hozzám is érkezett már többször a kérdés, hogy mennyivel volt másabb ez a próba folyamat, mint bármelyik másik színházi munkám, és mindig azt szoktam erre mondani, hogy,
hogy a színháznak mindig van egy csodás alkotó folyamata, és amikor sok ember pozitív energiája egyfele mutat, akkor ugye megszületik egy csoda, és ez szerintem most a mi esetünkben is megszületett, és nyilván nagyobb koncentrációt és odafigyelést igényelt mindannyiunk részéről, hiszen nem is ismertük egymást, a Szarkalábbanda színpadi jelenléttel még úgymond nem bírt, tehát nekik ez volt az első színpadi bemutatkozásuk, úgyhogy közösen meg kellett tanulnunk úgymond egymás nyelvét. Hogy mennyire így van, amit mondasz, egy 5 perccel ezelőtt, az előadás előtt beszéltem a Noéminek arról, hogy én színészként azt szeretem, amikor próbálok. Én előadást már nem szeretek annyira játszani, mert ez egy alkotó folyamat. Igen, igen. Ez neked milyen érzés volt, Éva? Hiszen kvázi azért azt nem lehet mondani, hogy civil, mert a színpadhoz van köze, hát banda, játszanak. Igen. És az előadáshoz, tehát az előadás módhoz is, de mégis színészként másként kell létezni egy ilyenben. Így van, teljesen más az egész, mint amikor színpadra kiállunk és eljátszuk a saját dalainkat. Furcsa volt nagyon, de amellett jó érzés volt ebbe az egészbe belevágni, szerintem mondhatom a csapat többi tagja nevében is, hogy nem bántuk meg, nagyon nagy élmény volt az összes próba folyamat, még azok az alkalmak is, amikor már azt éreztük, hogy de fáradtak vagyunk. Beszéljünk egy kicsit magáról a színpadról és a történetről, hiszen itt 4 ember története elevenedik meg, és nagyon érdekesek ezek a beszélő fák, talán így hívjuk őket. Igen, én úgy hívom őket, mert az egész előadásnak, akkor beszéljünk így a díszletről, van egy kicsit ilyen transzcendens jelenléte, és meg kellett találnunk azt a díszletelemet, ami leginkább gyakorlatilag kommunikál és összefűzi a világokat, mint olyanokat. És rájöttünk, hogy a fák azok, akik látás nélkül is kommunikálnak a gyökérzetükkel. És éppen ezért minden... Van ilyen kutatás, de tényleg kommunikálnak. Persze, hogy tudom. Jó, ennek számomra egyébként új volt. És minden karakterhez találtunk egy fát. Mik ezek a karakterek? Légy szíves, azt is mondd el, mert nagyon fontos. Igen, mert ezek ilyen apró kis történetek igazából. Tehát van egy bolyongó kereső anya, őt játsza Évi, igen. Akkor van a szerelmes lány, van az életével küzdő fiatalember, és van a önmagát kereső, az útját kereső úriember. Ezek kitalált karakterek? Vagy hát ez úgy nézett ki, hogy először is adottak voltak, vagy gondoltuk, hogy úgy egyszerűbb, hogyha már meglévő, néhány meglévő dologgal építkezünk, és ugye a Szarkalábbandának az alapdalait vizsgáltuk meg, és használtuk fel, és Balázs azokat dolgozta át részben, és kerestünk hozzá szövegeket, verseket, aha, valamint az alkotó folyamat során, ami állt részben ilyen workshopokból, részben ilyen kis közös együttlétekből, valamiféle sűrítményt hoztunk ki az egész történetből, hogy ami kimondottan az ő történeteik. Így az előadásban azok is elhangoznak. Éva, te mit tettél, vagy emlékszel arra, hogy mit tettél hozzá az előadáshoz, személyesen, személyes élményből, versből, ebből, abból? Vagy az egész végére már turmixá válik, és egy közös munkává? Szerintem egy közös munka lesz az egész. Saját gondolatok hangoznak el tőlünk az előadásban, a szépséget illetően, kinek mit jelent a szépség. Ezt kiemelték Gyöngyiék az egyik ilyen workshop alkalomból. De szerintem az egész összeáll egy ilyen egységé, egy ilyen tök jó dologgá. Ez nagyon jó végszó volt. Köszönjük, és ebben szépen a tök jó dologban majd szeretnénk mi is megmerítkezni. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük szépen. Szépen.